Az egyik legszebb, legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanat egy pár életében az esküvőjük napja. Különös és megmagyarázhatatlan varázsa van viszont az egyházi szertartásoknak, amikor Isten szent színe előtt kimondják a boldogító igent. Sok embernek ismerősen hangozhatnak ezek a mondatok, és hogy őt el nem hagyom, holtomiglan, holtáiglan, semmiféle bajában, Isten engem úgy segéljem. Mint ahogy 13 évvel ezelőtt a bátaszéki Janács Négó Zsuzsanna és Janács Gergely is. A házasság hete célja a házasságok felfrissülése, talán ezek az események is szolgálják egy kicsit mélyebb megélését a házasság szentségének. De talán az egész mozgalomnak ez volt a célkitűzése, hogy alkalmat adjon arra, hogy a házasságokat népszerűsítsék, illetve a házasságokra épülő családokat minél jobban a családban élést megmutassák. Ha idősebb emberekkel beszélgetek, akkor általában nem a szakmai karrierjüket vagy a szabadidős hobbi tevékenységükben elért sikereiket említik először és legelsősorban, mint az élet legfontosabb eseményét, értelmét és célját, hanem általában a családról, gyermekeikről, unokájukról, feleségükről szoktak beszélni, és ezt nevezik meg az élet igazi értelmének. És hát miért is kellene időskorig várni, míg erre a felismerésre eljutunk? A házasság hetével és az ezerszer is igennel megpróbáljuk az emberek figyelmét felhívni arra, hogy hát már fiatalabb korban is fölismerhetjük azt, hogy az igazi értelme, célja az életnek valójában a család, a házasság, a gyermekek, ez az, amiben igazán ki tudunk teljesedni. Ez a legfontosabb, és ez igazi érték, amire nagyon fontos odafigyelni. Azért is ezerszer is igen, hogy mindig újra és újra igen tudjunk mondani, folyamatosan tudjunk ebben fejlődni a házasságunkban. Ez nem egy egyszeri, egy statikus dolog, hogy kimondunk egy igent, és akkor onnantól fogva tökéletesen működik, és minden rendben van vele, hanem újra és újra ki kell mondani ezt az igent, mindig foglalkozni kell a másikkal, a kapcsolatunkkal, fejlődni kell benne, és fel kell frissíteni, és bizony így válik igazán kerekké és az élet értelmévé és céljával. Közel 20 éve ünneplik a házasság hetét. Az Angliából indult kezdeményezés minden évben egy héten keresztül a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Már a 4 kontinens 21 országában csatlakoztak a Valentin naphoz kapcsolódó rendezvényhez. Hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával az eseménysorozatot, köztük Bátaszéken is. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára a legfontosabb kell, hogy legyen a családok, a házaspárok, hiszen innen születnek a gyermekek, innen születik az egyháznak az egy része is, ugye, és nekünk védenünk, támogatnunk kell a családot, föl kell hívni a figyelmet arra is, hogy egy profétai jel lehet a család a mai társadalomban. Hiszen a családok a legsebezhetőbbek a mai társadalmi életben, láthatjuk mindannyian, akár a válásokból, a gyermekvállalásokkal kapcsolatban is, és mi szeretnénk a keresztény értékeken alapuló családokat felmutatni, hogy igen, létezik, lehet követni azt az utat, amit Krisztus mindannyiunk számára kijelölt. 13 éve vagyunk házasok, és az igenek, tehát itt igent mondunk a másikra, igent mondunk egymásra, de igent mondunk a feladatokra, a nehézségekre, és talán a legfontosabb, hogy igent mondunk a gyermekekre, és talán a problémák megoldását nem kell olyan messze keresni, tehát egymás magunkban és egymásban elég, és ezekhez, hogy egy kicsit színesedjen a hétköznapi szürke házasság, ehhez apró praktikák elegek lehetnek, amire ha egy kicsit nyitott szemmel járunk, akkor azt hiszem ez a hét, ez bármilyen fórum, bármilyen online fórum lehetőséget fog biztosítani arra, hogy ezeket megtaláljuk, hiszen ezek nem kellenek nagy dolgokra gondolni. Azt gondolom, ha csak a minőségi időt, azt a 10 percet csak a másikra szánjuk, és mindenféle háttér dolgokat kikapcsolunk, akkor már észreveszünk, hogy sokat tettünk a másikért, és akár hétköznapi dolgok elvégzésébe, főzés, házi munka közben is lehet ezeket gyakorolni, és ezek nem
nem igényelnek túl sok külső körülményt, vagy túl sok szervezést, én azt gondolom. Ürtösi Krisztián plébános azt mondja, egyre több fiatal keresi fel az egyházat. Az elmúlt évben, vagy években volt rá lehetőségünk, hogy megfigyeljük azt, hogy igenis kérik a családok, igenis szükségük van arra, hogy az egyház közelében legyenek, az egyház által pedig ugye magához, Krisztushoz közel kerüljönek. Szükségük van arra, hogy az Isten áldását és a gondviselés segítségét érezzék az életükben és a családjukon. Mi már katolikusként mondtunk igent egymásnak, a templomi esküvünk is volt, és ettől függetlenül én felnőttként keresztelkedtem meg, nem gyermekkorban. Azt gondolom, hogy a hitben, a vallásban azt kimondhatjuk, hogy sohasem késő megtalálni ezt az utat, úgyhogy attól még, hogy valaki esetleg felnőttként kezdetben nem hívő, ez nem kizáró, hogy azzá válhasson. Bármikor meg lehet találni, és érdemes is megtalálni ezt az utat. Mi abban hiszünk, hogy a házasságban, amellett, hogy egy férfi és egy nő jelen van, nagyon fontos, hogy Isten is jelen legyen, így hármas egységben tud igazán kiteljesedni, és az igazi értelmét és célját így tudja betölteni a házasság, hogyha ez hármas pillérben működik, a férfi, férj, feleség mellett Isten is jelen van a kapcsolatukban, és az ő útmutatása szerint élik életüket és a szentségi házasságukat.